A pirosmezes komádinak 5, míg a mieinknek 6 pontjuk volt a találkozót megelőzően, így ennek megfelelően a tabellán is szorosan egymás mögött állt a két gárda. A vendégek a 6., csapatunk pedig az 5. helyről vágott neki az összecsapásnak. Akár a rangadó jelzőt is használhattuk volna, ám ez csöppet sem volt helytálló, legalábbis a játék képét tekintve. Lányaink ugyanis villámrajtot vettek a meccs elején, aminek köszönhetően tulajdonképpen negyed óra alatt el is dőlt a két pont sorsa. Ekkor ugyanis már 8-1 volt ide, s bár manapság az általános vélemény, hogy a kézilabdában az ekkora különbség még ledolgozható, csak hát nem ilyen meccsen. Most ugyanis a játék minden elemében, úgy a kapusposzton, mint védekezésben és támadásban egyaránt a mieink domináltak, s esélyt sem hagytak a pirosaknak. A 22. percben már megvolt közte a 10, 12-2 volt ide. Ekkortól aztán szép lassan jöttek a cserék is a pályára, s a félidőben 13-4 volt az állás a javunkra. A szünet után sem sok minden változott. A vendégek lelkesen, de nem elég hatékonyan kézilabdáztak, s csöppet sem nehezítették meg Füzérék dolgát. A 40. percben 16-8, a 45-ben 17-9, majd az 50. percben 18-11 volt az állás, természetesen a javunkra. A győzelmünket tehát semmi nem veszélyeztette, még úgy sem, hogy egy rakás kimaradt zicser is belefért a sikerbe. A vége 22-14 lett ide, s azon túl, hogy újabb két ponttal gazdagodott a társaság, a fiatalok is megfelelő játék lehetőséghez jutottak. A legeredményesebb ladányi játékosok a 7 gólt szerző Szilágyi Ágota, a 6 találatot elérő Károlyi Anikó és a 4 gólt jegyző Székely Anna voltak. Csapatunk legközelebb a Nagyhegyes vendégeként játszik, majd a bajnokság záró fordulójában május 12-én szombaton a Nádudvar vendéglátójaként lép ismét Püspökladányban pályára.